Pintér Tibor a vendégem, Isten hozott a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Megmondom neked őszintén, hogy Lovas Színház hallatán arra gondolok, hogy néha egy-egy darabba hogyan kerülnek a lovak. De most, amiről beszélgetünk, Szent Lászlóról, a lovak királyról, hát ott adja magát, hogy a színdarabban a lovaknak igenis helyük van. Így van, és még a Szent László kívül is hadd említsem meg, hogy tulajdonképpen a magyar történelem csak lovas irányú és táptalajú produkciókat biztosít számunkra, hiszen ha meggondoljuk, a magyar operettek 90%-a mezőgazdasági környezetbe játszódik, Mágnás Miska, Marica grófnő, de ha Mátyás királyról, Dózsa Györgyről és a magyar történelem összes legendás alakjáról kéne musicalt vagy rock operát írni, akkor se lenne nehéz dolga egy lovas színházi rendezőnek. Most miért fordult a figyelmetek különösen is Szent László felé? Szent László azt gondolom, hogy egy különösen nagy kihívás. És ahogy egyre inkább többet utána olvasok, és érdeklődök a személye felől, annál inkább jövök rá, hogy ez tényleg egy nagyon nagy kihívás, mert azt gondolom, hogy István a királyról mindenki sokat tud, hiszen a rock opera is népszerűvé tette a figuráját, illetve ugye ő volt az első olyan király, aki államot alapított, de az utána lévő részekről nem igazán mesélünk, beszélünk. Viszont Szent László királyról muszáj, mert talán még, ha lehet mondani, fontosabb szerepe volt, mint bármelyik másik királynak, hiszen ő foganasította meg magát a kereszténységet. Az ő irányítása alatt volt egyházi és világi törvénykezés a legminőségibb, ha lehet ezt mondani. Arról nem beszélve, hogy legendásan sportos alkata volt, legendásan a 8 csatájából 8-at megnyert, tehát egy igazi magyar hős. Én pedig azt gondolom, hogy a Nemzeti Lovas Színháznak egy nagy küldetése, hogy a magyar fiataloknak bemutassuk nem csak a hollywoodi hősöket, nem csak az angol Arthur királyt a maga sötét középkorában, hanem bizony mutassuk be a magyar hősöket, mert van belőle elég. Te formálod meg az ő alakját, ugye? Igen, szoktam viccesen mondani, ironikus a jobb hián, bár a kollégák, és ilyenkor azért összegyűjtöm nyilván azt a tanácsadói csapatot, akik mellettem, sőt, néha előttem is járnak, és itt azért egyértelmű volt, és nem azért, mert én annyira hiú lennék, hogy mint rendező, producer saját magamra hoztam a szerepeket, sőt, ma már kimondottan figyelem azt a fiatal generációt, és képezzük ki magunkat egy komoly társulattal, ahol jelölöm ki az után pótlásaimat, hiszen el kell gondolkoznom lassan azon, hogy most 47 éves vagyok, hogy mi történik 10 év múlva, már pedig mi hosszú távban gondolkozunk, de ez a produkció, ez a Szent László, ez tényleg azt gondolom, hogy ezt szoktuk mondani, hogy pofon csapta a szereplőinket, majd mesélek a többi szereplőről is, de Szent László 50 évesen halt meg, tudjuk, hogy körülbelül hogy nézett ki, tudjuk, hogy a lovas legendái tekintetében mire lehet számítani, nagyon izgalmas lovas legendái vannak, és köztudottan nagyon értett a lóhoz. Én azt gondolom, hogy számomra életem legnagyobb kihívása előtt állok. Tudom, hogy amikor egy színész készül a szerepre, szó szerint mondhatjuk azt, hogy próbál a bőrébe bújni, tehát az a megelőző munka nem úgy, hogy kiáll a színpadra és rögtön Szent László lesz, hanem előtte az, hogy hagyja hatni magára azt az alakot, akit megformál. Na most érzed azt, ahogy így dolgozol Szent Lászlón, hogy hat rád? És ha igen, akkor meg tudod fogalmazni, hogy miben? Ez nagyon-nagyon jó kérdés. A lovagi erényekről úgy tudunk, hogy igen. Ez így... Szuper kérdés, és köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy azért mondom és hangsúlyozom, hogy egy jó kérdés, mert e fölött nem lehet elsiklani, hiszen pont ez a mélység az, ami engem ebben izgat. A Nemzeti Lovas Színház számos esetben nyilván, mivel népszínház vagyunk a javából, és látványszínházi elemekkel dolgozunk, számos esetben megtehetné azt, és én mindig gondosan ügyelek arra, hogy ne essünk ebbe a hibába, hogy a látványokkal elvisszük a balhét. Szent László legendái csodásak, rettentő rajzos, freskos ábrázolással, gyönyörű kosztümökkel, csodás lovakkal, patinás lovas tudással meg tudnánk csinálni nagyon jól ezt a darabot. De nem kiválóan. A kiválósághoz az kell, amit most kérdeztél tőlem. Az kell, hogy mi lovak nélkül is
ebben a teremben is el tudjuk játszani Szent Lászlót. Ebben a teremben is kell hatni egy kamaraszínházban a színészeim munkájának a nézőkre. Ha ez nem történik meg, hiába ültetjük lóra a produkciót, hiába ágyazzuk bele bármilyen show formába, nem leszünk jó színház. Gondosan ügyelek arra, hogy hasson rám Szent László figurája, ez pedig egész egyszerűen úgy érem el, hogy hagyom. És rengeteget olvasok róla, ahogy minél több információt kapok erről a csodás emberről, erről a, ha lehet mondani, tökéletes emberről, persze nyilván mindenkinek van hibája, biztos ő is hibázott, és ez is egy nagyon furcsa és érdekes pontja a produkciónak, hogy hol mutatjuk meg az ő emberi gyarlóságát akár, de hol mutatjuk meg a szentségét, hol ez az érdekes átmenet ember, és szinte istenség, vagy Isten által felruházott szent hatalom között. Ez nekem, mint rendező, muszáj megmutatnom. Azt gondolom, hogy a rengeteg olvasmány és a rengeteg konzultáció azokkal a rettenetesen magas szintű emberekkel, akiket ide ebbe a produkcióba is megpróbálok megszólítani, behívni, mint mentor. Ilyen egyébként dr. professzor Kásler Miklós, aki a távolból egy nagyon picit ügyeli, felügyeli ezeket a nagyobb szabású produkciókat, hiszen neki is és az Emberi Erőforrások Minisztériumának is nagyon fontos ez a személy. Közös ügy, hogy Szent Lászlót fölkutassuk, a legmélyét. Én azt gondolom, hogy ezekre az emberekre nagyon támaszkodva próbálom, hogy hasonl rám a figura. Az jutott még eszembe, miközben beszéltél, hogy azt is hallottam színészektől, hogy néha kibújni a szerepből is nehéz, tehát mire lecseng, hogy eljátszom a gonosz intrikust, hazamegyek, na egy kicsit úgy ki kell utána bújni belőle. Viszont amikor egy ilyen nagy szentet játszik az ember, olyan jó lenne benne maradni. Ugye, hogy vannak olyan értékek, hűség, kitartás, bátorság, odaadás, önfeláldozás, egy csomó olyan érték, olyan jó lenne benne maradni. Hát igen, és titkon én is ebben hiszek, hogy ezek változtatnak rajtunk embereken, rajtunk gyarló embereken, változtatnak a szerepeink. Úgy, ahogy azt nyilatkozta Sasvári Sándor, aki Jézus Krisztust játszotta meg annyiszor, hogy ő rá bizony nagyon hatott a figura, hogy eljátszhatta Jézust, és hogy egyáltalán közelebb került egy picit a jézusi életvitelhez. Én ugyanígy így gondolom, hogy ha egy személy bőrébe bújunk, akkor óhatatlanul hat ránk, ha nagyon akarjuk, akkor is, ha nagyon nem akarjuk, különben akkor is. És én is abban hiszek, hogy ha belebújok Szent László bőrébe, akkor talán utána egy nagyon picit más ember tudok lenni, és nyilvánvalóan jobb ember, hiszen abban hiszünk mindannyian ebben az életben, hogy ahogy közeledünk a vég felé, vagy talán a kezdet felé, ez mindenki maga eldönti, úgy leszünk jobbá, úgy tisztulunk meg, úgy megyünk át egy csomó olyan szituáción életünkbe, amiből tanulva még jobb emberek leszünk. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy szerep lesz számomra. Ez egy tanulás, ez egy tanulmány számomra, és a produkció is úgy áll föl, és a dramaturgia is úgy van megírva, hogy bizony Szent Lászlóról nagyon sok nagyon fontos és hasznos információ derül ki. Ígérted, hogy beszélsz majd a társaidról is, akikkel együtt alkotjátok meg ezt a produkciót? Igen, nagyon jó a szereposztás, és nagyon büszke vagyok a Nemzeti Lovasszínház fiatal, és érettebb tagjaira. Mindjárt az érettekkel, és direkt nem időst mondok, mert Papa Dimitriu Attila művésznőre aztán mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy idős, meg azt nem, hogy öreg. Ő egy örök, fiatal ember marad, Attila, hiszen a maga korában meghazudtoló módon sport tevékenységet folytatva csodásan lovagol, csodásan énekel. Ő egy humoros szerepet játszik, majd a Jászai Díjas Papa Dimitriu Attila, ő lesz a Róza, aki a hadsereg gárdadámja, aki a katonák felügyelője, egyféle kocsmárosné, egyféle katonai felcser, aki étellel szolgálja föl, ebből egyébként vidám jelenetek sokaságát alkotva. A
többi szereplőre pedig azért vagyok büszke, ez mind saját termés, ha szabad így fogalmazni, hiszen ők fiatal korukban a Nemzeti Lalszínházhoz került, mára már kiválóan képzett színészek. Ilyen a fiatal Lacfi Endrét játszó Mohácsi Márk, aki egy csodálatos lovas és énekes színészem, az ő párja és igaziból is a feleségét alakító Pápai Kira művésznő, csodálatos énekhanggal és sportolói szintű lovastudással, és ilyen az én párom, aki szintén az én páromat alakítja. Ezt most így rendeztem meg, hogy mindenki a saját párjával játszon. Ez azért jó, mert így a kémia, ahogy szokták mondani ugye a castingerek, a kémia nagyon jól fog működni. Az Ilonát, akit elrabol a Kun vezér, és Szent László ugye kimenekíti a karmai közül üldöző vágta közben, ő és Jennifer fogja alakítani Ilonát, de játszik benne egy szintén humoros szerepet alakító Csizmadi Ákos, aki János barát lesz, a lelkész, a tábor és a katonák lelkésze, illetve Bence Sándor színész kollégám, aki kitűnő lovas színész, ő már a közép korosztályhoz tartozik, ő fogja Lajos királyt alakítani. És számos kis szerep, azért itt hadd mondjam el, hogy a nagy bemutatón, amit Izsákra tervezünk június 5-én, ott 60 lovas szereplővel és durván 100 összereplővel tervezzük a produkciót. Óriási méretű csata jelenetekkel, egy csodálatos díszlettel és a mi életünkben eddig legnagyobb szabású jelmez kollekcióval. De hát ha ilyen közel van, mert ugye ezért egy produkció esetén ez a néhány hónap az rövid, tehát, hogy tudtok-e próbálni most a vírus miatt, hogyha tényleg ilyen közel van a premier? Igen, most ez... Hogy oldjátok? Most, bocsánat, az jutott eszembe. TV-stúdióban ülünk, és belenézek a képernyőbe, és látom, hogy milyen szakállas vagyok, és milyen hosszú a hajam. Készülsz, igen? Szeretném mondani, igen, hogy ez László miatt történik, ugyanis az ábrázolásai hasonlóképpen mutatják. De visszatérve az eredeti kérdésedre, a pandémia... A pandémiában nekünk van egy jó dolog is, a rengeteg nyűgés probléma mellett, hogy el tudunk mélyülni egymásban, önmagunkban, tudjuk keresni a jó Istent, tudjuk keresni a minőséget, tudjuk keresni a jót, és közelebb is tudunk hozzá kerülni. Ez egy forgatagos, harcos helyzetben, amikor estéről estére játszunk, mert nagyon sok produkciónk van, és nem is tudjuk, hogy fogjuk majd bepótolni, de ezúton üzenem a kedves nézőinknek, hogy befogjuk természetesen, és alig várjuk, hogy nyissanak a színházak. De hogy nekünk ez egy picit kapóra jött, mert el tudunk mélyülni a lovainkkal való munkában. Ló és ember kapcsolata, és ebben most nem mennék hosszan bele, olyan, mint egy gyermek és szülő kapcsolata. Ha nem relaxatív ez, ha nem szeretet alapú, ha ez ingerlékeny, akkor csak pillanatokra tudunk eredményeket elérni. Ez nekünk most egy picit kapóra jön. Rengeteget próbálunk így is, néha hideg, fűtetlen termekben, de befűtjük valami hirtelen technikával, rengeteget próbálunk így is a lovainkkal, és bizony már-már egy ekkora helyiségben, mint most, de a színészeimmel a lovak nélküli változata már majdnem kész a produkciónak, és márciustól elkezdjük a lovas jeleneteket, a kaszkadőr jeleneteket próbálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én örülök, hogy itt lehettem.